Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2021. november 28-án hajnalban, Szombathely határában a 86-os és 87-es főutak közös szakaszán. Körment felül Répcelak irányába tartott egy Lexus személygépkocsi, amikor a Csaba úti kereszteződés előtt a jármű eddig tisztázatlan okból megcsúszott, majd a menetirány szerinti jobb oldalon letért az úttestről, és a bal oldalával egy villanyoszlopnak ütközött. Az autót vezető fiatalember szombathelyi tűzoltók szabadították ki a roncsból, feszítő vágóberendezés segítségével, a mentők pedig kórházba szállították. Sérülésének fokáról nincs információnk, közeli hozzátartozó elmondás alapján az oldalát fájlalta. Az érintett útszakaszon 70 km/h a megengedett maximális sebesség. A sportos kialakítású Lexus nyári gumikkal közlekedett. A baleset idején fagypont körül volt a hőmérséklet, az aszfalt nedves volt. Néhány órával korábban Szombathelyen a Körmendi úton sodródott ki egy BMW személyautó. A Szavária pláza irányába tartó, nyári abroncsokkal szerelt jármű vezetője egy jobbra ívelő kanyar után vesztette el az uralmát a járműve felett. A megpördülő autó átsodródott egy kerékpárúton és a hátuljával fának ütközött. Személyi sérülés nem történt. November 26-án az M86-os autóúton szalagkorlátnak csapódott egy megcsúszó Toyota. A biztonsági övét használó sofőr sérülés nélkül tudott kiszállni az autójából.